Innen hurcolták el gróf Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Erről a homlokzati erkélyről Mária Terézia királynő is integetett, és az 1848-49-es szabadságharcot követően Hajnau osztrák táborszernagy emögött az ajtó mögött hozott ítéletet a forradalom tábornokai felett. Ma kiállítások és irodalmi programok otthona a Károlyi Palota, a Petőfi Irodalmi Múzeum épülete. A klasszicista stílusú kúriát Károlyi György gróf építette az 1830-as években bécsi építőmesterek és Pollak Mihály tervei alapján. Az egykori bibliotéka ma kutatókönyvtárként működik. A palota neoreneszánsz stílusban épült házikápolnáját Ybl Miklós tervezte, csak úgy, mint az egykori virágszalont, amely ma is téli kertként működik. Egy impozáns vidéki kastély és egy elegáns palota stílus jegyeit ötvözi a budapesti belvárosban megbújó épület. Impozáns terei egykor díszes estélyeknek adtak otthont, és a reformkor ifjainak gondolatait őrizték. Zenetermében Liszt Ferenc is muzsikált. 1957-ben költözött a palotába a Petőfi Irodalmi Múzeum, mely egy olyan kulturális színtér, ahol a múlt és a jelen irodalma, költők, írók és olvasók találkozhatnak a sokat látott falak között.